hogy ő is tudja azt, hogy mit gondol, mibe gondolkozott, mi az, ami nekem fontos. Ők régóta is a PMSC-nek, a PMFC-nek az utánpótlásával dolgozik, és a Labdarúgó Szövetségnek keretein belül is a Bozsik programban a Baranya megyében foglalkozik utánpótlás játékosokkal. A keret, a stáb az itt adva van, ővelük még nem találkoztam, ma fogjuk megismerni egymást, és bízok benne, hogy eredményesen is jól fogunk tudni együtt dolgozni. Na most ez, hogy hogy fog változni, vagy mi fog változni, ez azért korai kérdés, mert ma jöttem ide, én sem tudom pontosan megmondani, hogy mi az, ahol szerintem még erősebbeknek kéne lennünk, vagy ahol változtatni kell. Ez majd a jövő kérdése lesz, hogyha egy kicsit nagyobb a rálátásom az egészre. Ezt nagyon egészen, hogy szabad kezet kaptál, ez sem a saját tervezők kialakításában. Tehát, hogyha valaki nem illeszkedik a elképzelésébe, hogy a munka nem harmadik is köztük, akkor természetesen ő nem tud változtatni, hogy nem ebben segíteni fog. Tamás, itt ugye említette korábban is, hogy egy nehéz helyzetben vagyunk. Ennek egy különösen talán az fájra, hogy borzasztó sok volt kaptunk, nem? Még a védőként, hát lehet, hogy ez az első feladat, hogy gondolom, több feladat is van, csak nem csak ez. Végül is az olyan dolog, hogy ha hármat kapsz egy mérkőzésen és tudsz négyet, akkor az annyira nem fáj, de...